sportosat. Híradónk vendégei Balogh Vilmos, a BHS-e birkózó szakosztály igazgatója, valamint Darabos László, U17-es Európa-bajnok birkózó. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Jó napot! Ugye csak a Honvéd már megint hozott egy válogatott Európa-bajnokságról aranyérmet, ezüstöt is hozott, tudom, de hát ő legfényesebb az aranyérem. A Honvéd mindig kitermel, most már egy aranyérmet? Mindegy, hogy milyen korosztályú versenyről beszélünk? Ez az U17-es korosztály. Igazából ez a következő olimpián lesz sansz arra, hogy felnőttek közt is bemutatkozzon, vagy ott eredményt érjen el, vagy olimpikon legyen. Mármint az amerikai, de ezért, nem ezért a párizsi. Fontos, nem a... így van a következő. Úgyhogy ne ijedjél meg, csak azért szólok, hogy mi nem a párizsiról beszélünk. De már most készülünk, és hát most van nálunk egy olyan tehetséggondozás, amiben Darabos Lacika belekerült, és fokozott figyelemmel kísérjük, hogy ebbe a korosztályba, de hát nem csak ő, hanem Lévai Levente és Cucor Dominik is. Igen. Ott volt a kötött fogások versenyében. Levente harmadik lett, és hát Lacika megnyerte. Ráadásul úgy nyerted meg, hogy technikai tussal vagy tussal nyerted meg az összes mérkőzésedet. Ezek szerint akkor úgy mentél ki, hogy te voltál a number one? Nehéz súlyban? Te voltál a favorit? Hát úgy mentem ki, hogy én meg fogok szerezni. Hát végül már úgy benne hát végül volt a mindenkivel baj. Feltörölted a szőnyeget. Igen, hát a végére már úgy voltam valakikor az aranyérm is. Ezt lehetett egyébként tudni a EB előtt, hogy ilyen maga biztos fölénnyel minden meccset megnyer? Hát általában a honvédosokra nagyon magabiztosság van a hogy nyeri, aranyéremért utazik, tehát van meg egy egészséges nagy önbizalmuk. Mert tehát a fölveszem és a honvédos szerelést, szőnyegre lépek, akkor már tulajdonképpen már 50% esély megvan a győzelemre. Így van, 50 van, na. És ők 100%-osan gondolkodnak magukból, egy egészséges önbizalom van, de hát hozzá kell tenni, hogy Lacika három és fél éve már felnőtt keretbe is edz, felnőtt válogatottba. 16 évesen bekerült, és 16 évesen már ott nyomja a felnőtt keretet. Bocsáss meg, hadd kérdezzem tőle. Mit tudsz te, hogy ilyen fiatalon már ott lehetsz a felnőttek? Hát, azért ez nem... Még hiába vagyunk mi jók, kötött fogásban magyarok, de azért ez nem mindennapos dolog, így van? Persze, fokozatosság elvében, tehát először csak olyan edzéseken vett részt a válogatottban, amilyeken lehet, csemeket. Takács Ferenc a felnőtt keretbe edzősködik, és ha most is vigyáz arra, hogyha edzőtáborokban vannak, akkor mennyi munkát végezhet el. Egyetem, tehát nehogy valaki azt higgye, de valamit csak hogy, tud, hogy ő ilyen fiatal. Igen, mit igen tudsz? Szorgalmas, nagyon szorgalmas, alázatos, és hát van benne egy püspökladányi ős tehetség. Ez mit jelent? Mit jelent? Mire utalt ezzel a püspökladányi? Hát, adottság, genetika. És püspökladányi vagy? Igen. Na. Ott kezdte birkózni. Mikor? Hány évesen? 2012-ben kezdtem. Hát 7 éves körül. Mert? Hát úgy volt igazából. Miért nem boxoltál? Nem, hát most azt a sportot nem találtuk meg hamarabb, gondolom azért. Hát nem, suliban voltunk egy testnevelés órán, és akkor jöttek be, hogy van ilyen sport, és ki lehet próbálni. És akkor nekem ez a sport megtetszett. És akkor ugye elmentünk édesanyámmal elsőnek edzésre, és akkor nekem ez a sport illett. Hát úgy mondom, hogy hozzám, mintha nekem találták volna ki. Értem, miről beszélsz. Aha. Mikor derült ki, hogy nagy tehetség vagy? Hát én ezt nem tudom megmondani, talán edzőim tudják megmondani. De mikor érezted úgy, hogy hát, kicsit kilógsz most a korosztályodból, maradjunk ott? Magasságom, vagy a súlyom, és kitartásom, szorgalmam. Itthon mióta nincs ellenfeled? Van. Ebben a korosztályban? Hát ebben a korosztályban jelenleg nincsen. Na hát én most a korosztályra vagyok kíváncsi, hogy a... Nincs. Nincs. Tehát megnyerte a junior. Tehát az feljebb kell nézned. Ugye? Igen. Megnyerte a junior magyart is, a 20 éveseket. Válogatott, bocsánat. Ez motivál egyébként? Persze. Hogy idősebbekkel kell küzdened, hogy ott találod meg az ellenfeled? Igen, motivál. És mi az erősséged egyébként? Lehajtod őket, vagy? Nem, az is közre játszik, igen. Fogásban talán a csípődobás, mondanám.
Váldobás. Váldobás is. Nehéz súlyban, még ebben a korosztályban, még dívik a testdobás? Hát igen, ő akciózik, hát látszik itt az Európa-bajnoki döntőben is, és az elődöntőben is. A döntőben egy jó török versenyzőt vert meg, akik közhírettek azért erősek, persze. Nagyon jó kötött fogású birkózók, és előtte pedig egy ukrán versenyzőt. Mindegyik kinézetre magasabb és erősebb is volt, de technikailag megverte a... Te voltál gyerekarcú? Hát... Igen, baba arcú, gyilkos. Mondhatni. Mármint a törökhöz képest, meg kinézetre. Tudom, tehát azért mondom, tehát ők sokkal többnek látszanak. Igen, technikába is bélentett, betusolta, és hát meg nagy a küzdőszeleme. Tehát visszatérve az előbbi kérdésedre, hogy mivel több vagy mivel tűnik ki a többiek között, nagy a küzdőszeleme. Tehát ő azért nagy harcos. Tehát itt úgy tudom, hogy a töröknél is először téged küldtek ki. Igen, első mellett engem küldtek. És kivétel, tehát a védekezésben is nagyon jó kivétel pörgetést, és utána ugye kiléptetted, és akkor a következő menetben olyan harcossággal lépett föl, hogy török nem tudott megállni előtte. Mert akkor már neki kellett menni előtt. Dühös voltál? Vagy nem szoktál dühös lenni? Nem. A döntőbe higatnak kell maradni. Ki kell várni azt a pillanatot. De ha nem döntőbe birkózzol, akkor néha felfor a fejed? Végig higatlan kell maradni. Tehát nem szabad elveszíteni a fejed. Szoktad hallani, mit kiabálnak be? Persze. Meg is csinálod, vagy azt mondod, próbálom. Hogy... A taktikát azt próbálom tartani. Azt hagyd mondjam, mit akar. Te érzed úgyis, hogy mi a jó. Nem, hát... Eleinte a meccs előtt megbeszéljük a taktikát, hogy mi lenne a legjobb a adott ellenfél ellen, és azt próbálom is tartani. Utánpótlásban volt már érmed egyébként? Válogatott, tehát EB-n, VB-n. Volt. 2019-ben. Serdőben, U15. Igen. Krakóban szabadfogásban lettem, harmadik. Szabadfogás. És azt ott hagytad? Ott. Miért? Nem feküdt nekem. Kötött fogás jobban fekszik. Szeretsz dobni? Persze. Leginkább szaltót, amit a legjobban szeretek még. Ugye. Itthon? Most kik az ellenfeleid? A saját korosztályban? Nincs. Nincs. Feljebb? Hát azért vannak. Bazsó Adolf. Igen, juniorban, igen. Ő. A Bazsó Adolf, juniorban Bazsó Adolf, és felnőttben ugyancsak egy honvédos. Vitek Dáriusz. Jó vele küzdeni? Igen, szeretek. Tud fejlődni, hát ő a felnőtt Európa-bajnokságon is harmadik, meg hát ebben az évben 23-as Európa-bajnok. Igen. De akkor még kell hova fejlődni. Igen. Viszont neked hamarosan lesz egy világbajnokság, ha jól tudom. Igen, hát bő egy hónap múlva. De az elég hamar van, nem? Igen. Neked nem kell fogyni, tehát neked jó a súlyod. Nekem jó a súlyom. Inkább hízni kell egy kicsit. Kell híznod? Igen. De az meg nem fog a mozgássorovására menni? Tehát ilyenkor nehéz súly, ne ilyenkor mi alapján döntitek-e, hogy melyik a jó versenysúly? Nehéz súly az mindig egy különleges kategória. Azért kérdezem, ott, igen. Ott, ha sokat fogy, ha visszagondolunk Karelinne, 130 kilóba húzták meg ezt a a szabadfogásra 125-be, mert 130 volt az, amit az a súly, ami ahova még le tudott fogyni, de hála Isten Latikának nagyon jó a súlya, sőt fölfele kell, hogy jöjjön, de mégis már több éve nehéz súlyt céloztuk meg, hiszen oda is lesz nevelve, tehát minden tekintetve. Tehát kimondottan nehéz súlyú kötöttfogású birkózót csináltok belőle. Így van. Most milyen tudatosan? 188 centiméter. Milyen növésben vagy? Remélem, igen. Mondjuk már egy ideje, ennyi vagyok. Igen? A magasság az jó egyébként? Hát van rá például egy török versenyző, azt hiszem 7-szeres, 8-szoros Európa-bajnok, az nem magasabb nálad felnőttben. 14-szeres. hogy felét elvettem, de még akkor is sok. Tehát, de az izomzatát is ki kell alakítani, tehát az edzőknek azért lesz munkájuk vele, de tudatos ez a nehéz súlyú birkózó nevelés nálunk, hiszen nálunk birkózott Bazsó Adolf is, meg a Vitek Dáriusz is, és hát de ez dicséri a Lévai Zolinak a munkáját is, hiszen
Lacika is nála birkózott legalább két évet, vagy ha nem többet, két és felett, és lent töltötte az utánpótlás a Honvéd utánpótlás központjában, Esztergomban. Majdnem minden versenyzőknek ezt az iskolát be kell járni, hiszen ott olyan technikai tudást, olyan intenzitást, és ott vannak, ebben a korosztályban vannak a legjobbjaink, és nagyon jó kezekben van az idősebb Légói Zoltánnál. Akkor most neked nincs pihenő, ugye? Hát még ez a hét pihenő, utána újra munka. Válogatottnál vagy a Honvédban? Felnőtt keretnél. Felnőtt keretnél. Most már jó egy éve a felnőtt válogatottal készülsz. Hogy emlékszel vissza, milyenek voltak az első napok? Szinte gyerekként a felnőttek között. Nagyon új volt nekem. Új intenzitásokkal tudtam megismerkedni. Edzések hát nagyon kemények voltak, ugye az alapozásba csöppentem bele, de mondták az edzők is, hogy mivel most jöttem elsőre, ezért majd szóljak, ha úgy érzem, hogy ki kell állnom, és akkor majd fokozatosan csöppenek bele. Kellett szólnod? Volt egyszeri alkalom, hogy kellett szólnom, de utána már magamtól. Végigbírtad? Igen. Végignyomtad? Keste aludtál jól. Mennyi idő kellett, míg hozzászoktál a felnőttek ritmusához? Hát két hónap minimum kellett. Három. De most már nem okoz gondot. Hát még mindig vannak olyan edzések, ahol még azt mondom, hogy nagyon kemény, de úgy igazából annyira nem okoz gondot. Akkor az, hogy a felnőttekkel készülsz 16 éves korod óta körülbelül, ugye? 15-16 éves korod. Akkor ez a U17-es Európa bajnokságon is, vagy akár a világbajnokságon is, vagy a későbbi másik korosztályos versenyeken is, akkor ez neked egy óriási, nagy pozitív előny? Vehetjük vagy is. A többi országban is bevált szokás, hogy 15-16 évesen már felnőttek között készülnek? Hát mondjuk azt nem tudom, de vehetjük így pozitív dolognak is, mert hát nagyon bizalmat ez, hogy a felnőttekkel tudok készülni. Nem volt veszélyes oda engedni 15 évesen a felnőttek előbb, közé? Az előbb már mondtam, hogy a fokozatos elvét betartották a válogatott. Az oké, csak az ember nem tudja, hogy mi... Lőrinc Viktor honvédos birkózónk is edző a felnőtt keretnél, 23 keretnél, és a Takács Ferenc is, tehát vigyáznak rá, és mindig, ha mennek külföldi edzőt, abból ott is kiveszik. De aztán hozzá kell tenni még, hogy általában 97 kilósokkal is birkózik, mert ez az alkat még, tehát nem csak a nehéz súlyjal, meg a sokkal nagyobb súlyakkal. És hát még ami el lehet mondani róla, hogy Kis Balázs még birkózott az ő idejében, amikor ő oda került, és egy jó idő után már vele is birkózott, tehát ezekkel a régi öreg, nagyon jó birkózókkal is ő tudott még tanulni tőlük, és tudott együtt edzeni, ami azt jelenti, hogy technikában, küzdőszellemben, minden olyan hozzáállásban, mindenben átvette tőlük azt a mentalitás és azt a technikát, amire szüksége volt. Aztán még hozzá lehet tenni az alapozást, itt említetted, hogy nehéz súlyuként is nagyon-nagyon jól fut. Tehát nagyon jól ott van. A birkózók köztudott, hogy nagyon sokat futnak, az alapálló képességüket majdnem itt szerzük meg, és a Laci ebbe is nagyon jó. Deák Bárdos Misi valamikor nagyon sok érmet szerzett a magyar kötött fogásnak. Igen. Megcélzod az ő eredményeit? Akár igen. Vagy még többet. Láttad még birkózni? Vagy versenyeken nem láttam, de edzésen vele is birkóztam már. Igen? Igen. Egyszer volt, hogy lejött, és akkor odaívott magához, hogy hol menjek vele gyakorolni. Milyen volt? Kemény volt. Azért csak súlyban is több volt, ugye magasabb is. Igen. Kemény volt. Kis Balázstól mit tanultál? Balázstól sok mindent tanultam. Igen. Van egy dolog, amit úgy ki tudsz emelni? Hát esetleg fogás, vagy dobás, vagy valami trükk? Hát lentinél például kalfelszedés, ugye rajtam is csinálta elég sokat, mert volt, hogy ő is odaívott, hogy akkor menjük le, akkor csinálja rajtam. Hát meg ugye... És akkor megmutatta, hogy csinálja a kalfelszedést, és akkor te is megtanultad azt a technikát. Igen, ugyanazt. És ki tudod védeni? Az a véd? Igen. Hát nagyon nehezen.
Tőle nem, de mástól igen. De ott a védekezésben sokat segít, főleg pörgetésnél. Most is nagyon lényeges volt, hogy a Laci ki tudta védeni a másiknak a pörgetését. Tehát aki itt jó védekezik, az nagy előnyben van. Hát a lenti helyzetekből tudott nagyon sokat profitálni, amit a Balástól tanult. Volt, hogy van példaképed? Van. Lőnisz Tamás. Honvédos. Honvédos, igen. De hát nem a te súlycsoportod, az mindegy. Hát de a birkózáshoz hozzáállás, az akarata, a kitartása, szorgalma azért az megsivigelendő. És te is jársz horgászni? Én is járok. Elég sokat. Igen? Hát ha van szabad, most is onnan jön. Hát ha van szabad, én nem akkor megyek. Igen. És? Sikerek vannak? Vannak. Igen? És hogy egymástól lesitek el, vagy adják át, hogy ne. Milyen csalit használjatok, hogyan? Hát éppen ezt nem, de... Ezt nem? Nem. Azért nem szoktunk a horgászatról dumálni. Birkózásban elmondanak mindent. Igen. De a horgászatnál tabu. Mert az egyéni. Az egyéni. Mire szoktál menni? Ponty. Ponyra? Mondjuk, ha bár most már Amúra megy, de nem igen jön. Nem? Nem. Nem baj. És te főnök, tényleg te horgászol? Én nem horgászok, én. Csak a birkózás, csak a honvéd. Csak a birkózás, csak a honvéd. Azért még el kell mondanunk a versenyre visszatérve, hogy két hölgy birkózók, aki itt volt nálad, Elég Gerda, ő is olyan minden a cika, hogy nem megy, önbizalomért nem megy a szomszédba, tehát döntőbe jutott, és hogyha az első nap birkózott, azt hiszem, és hogyha azt a formát tudta volna tartani, akkor ő is aranyérmes, vagy aznap rendezik a döntőt, akkor nagyon-nagyon ott volt, és aznap nagyon ment neki a birkózás, másnap a török lánynál kapott egy kis Gellert, és gondolom én a akarata, vagy éppen a gondolkodása, vagy mentálisan, nem pontosan még nem tudják az edzők, de valószínű az is rejátszott, hogy ez a török lány azért egy felnőttes erővel rendelkező hölgy, és az volt a különbség, hiszen Gerda is megnyerte a 20-as magyar bajnokságot, úgy van? Igen. Tehát megnyerte Tatán a magyar bajnokságot, tehát ő is nagy reményekkel indult, és hát ő is döntős lett ebbe a korosztályba, de ezüstérmet szerzett, és Fátla úrra 49 kilóban ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hát ő kapott egy olyan sorsolást az elején, hogy ott elakadt, ott egyszer kikapott, és akkor az ellenfele nem vitte tovább. És hát öten indultak a honvédból, két lány és három fiú kötött fogásba, de ebből három érmet szereztünk. Az jó arány? Elégedett vagy? Hát igen, meg ahogy birkóztak a fiúk, az a nagyon jó. Tehát Lévai Levente is csak egy szabálytalan fogassal, amit meg is challenge-elt az apja és az edzője, de egy olyan bírói kar volt, aki ezt nem nagyon akarta észrevenni, hiszen utána román birkózóval jött, vagy fogalmazzunk úgy, hogy máshogy döntöttek, és különben ő is esélyes volt az aranyéremre, és én úgy tudom, hogy olyan birkózó nyerte, akit a Levente már megvert, és hát de a honvédnak a szemlélete az, hogy ebben az időszakban teljesen mindegy, hogy mit birkózik, hiszen hosszú távban gondolkodunk, tehát 23 évesig van birkózásban az utánpótlás, tehát elég időnk van arra, hogy fölkészítsük őket, hiszen az a lényeg, hogy felnőtt birkózók legyenek, és a felnőtt korosztályban birkózzanak, az meg most már hozzáállásukban, mentalitásukban meg vannak ebbe erősítve, és hát most már rajtunk múlik, hogy vannak ezek a fiatal versenyzők fölkészítve, és olyan világversenyzők lesznek, ahogy készítjük őket. Mondta az igazgató úr, hogy tele vagytok önbizalommal, honvéd szív ver, tehát akkor ezek szerint nem is érdekel a sorsolás téged, mindegy, hogy kit sorsolnak, te mindenkin átgázolsz most már? Vagy még azért figyeled a sorsolást, és azért még remegsz, hogy nehogy azzal kezdj? Hát megnézem, hogy kivel kezdek. Az oké, de? De hát nekem az a fontos igazából, hogy első meccs jól sikerüljön, mert ugye, bár nekem az első meccs mindig nehéz. Tehát. Akkor fontos, hogy kicsorsolnak elsőnek, igen. Neked ki? Igen, fontos. Akkor ezzel még kell változtatni.
Hát általában majdnem minden birkozó így van ezzel, még a felnőtteknél is fontos ez, hogy a bemelegítés bemelegítjen. Az oké, okay, csak hát ugye nem tudjuk irányítani a sorsolást. De azért nézzük meg egy olyan helyzetet, hogy az elmúlt két év pandémiája ezekkel, mert ezt csak sok versenyzéssel lehet így majd kiküszöbölni, tehát rajta leszünk, hogy minél több versenyen vegyen részt, és ahogy látod, jó úton haladunk ebben. Van mumusod egyébként, vagy már nincs? Tehát nincs. Egyébként mindegy, hogy kivel kell birkóznod, jöhet bárki. Hát azért még szolidan. Miben szeretnél fejlődni? Lentében mindenféleképpen. Azon belül mi? Védekezés vagy támadás? Mind védekezés, mind támadásban. Állásban is. Technika. Vagy bár. Mit szeretnéd csiszolni jobban a technikánál? Hát kartevés például védeni, hogy lett egyik alám, uh-huh. Mert ugye látható volt, hogy a döntőben is alám tették. Ennyi igazából. Szeretsz belenézni az ellenfeled szemébe? Persze. Szokták bírni? Tehát állják a nézésedet, vagy nem? Hát elnéznek amúgy. El szoktak nézni. Igen? Igen. Az egy már jó jel neked? Abból mennyit lehet mondhatni, igen. Következtetni? Hát, hogy nem magabiztos például. Vagy ha izgó nagyon. Ezt úgy magadtól próbáltad, vagy mondták az edzők, hogy kis farkas szem, és a többi, együk meg. Hát az így jön. Jön. Az egyéniség, ahogy rátapintottál, tehát a küzdeni tudás, a küzdőképesség, és persze párosul hozzá a szorgalom, meg a munkavégzés, a sok munkát, tehát annak a... Annak ott kell lennie keményen. Így van, tehát akkor tud ilyen karakter lenni, meg akkor tudja ezt így előadni, meg eladni, hogyha van mögötte valami. Visszatérve természetesen még a erőálló képességgel, súlyával is sokat kell foglalkozni, hiszen most az edzők azon vannak, hogy minél előbb jöjjön föl egy 10 kiló. Hány kiló vagy most? Jelenleg olyan 109 kiló. Mert utolsó éves kadett, tehát U17-ben utolsó éves, és a U20-ban már 130 kiló van. Ugye? Hát, igen. 130 kiló van. Tehát akkor az izom, akkor most már mehet rá. Így van, most az izom mehet rá. Egyébként a magánéletben milyen vagy? Az iskolapadban milyen vagy? Szelíd. Szelíd vagyok, igen. Te? Fehér kis ártatlan bárány? Igen, azért csöndben vagyok. Csöndes gyerek vagyok. Nem kötekednek veled? Nem. Egyébként nem most általános iskolás korodban verekedtél? Kellett vereked? Mennyire volt a verekedős típus? Hát nem nagyon. De ha mondjuk belém álltok, akkor persze megvédtem magam. Mit szoktál? Jó gyerek voltam. Igen? Jó gyerek voltam? Igen. Akkor mindig ötös volt a magatartásod is. Az mindig ötös volt. Most is szeretik, a felnőtt keretbe is hívják. Tehát hiába akarna ő felnőtt keretbe edzeni, hogyha nem hívnák, vagy nem látnák benne azt az akaratot, és azt a munkabírást, meg a szorgalmat, meg az alázatosságot. Tehát szeretik is a válogatottba az edzők. Ki a barátod a felnőtt válogatottnál? Hát szinte mindenki. El szoktok járni, hogy külnevet? Hát, Vitek Dárgyusz például, nagyon jó barátom. Ki más, ugye? Nehéz súlyom. Igen, azért mondom, ki más. De Torba Erik is, Torba Erik, honvédosok ott vannak. Nagyon jó barátaim. Zárásként, ha lazulni akarsz, mit szoktál csinálni? Elmegyek horgászni például, vagy fürdőbe, vagy játszok egy kicsit. És akkor ennyi, és úgy ennyi. Kiengeded a gőzt, lazultál, és jöhet a hétfő kemény edzés. Igen. Csak a sport és csak a Honvéd. Csak a Honvéd. Zárásként, mikor lesz akkor a világbajnokság? Július 25. Mit vesz tőle? Jó birkózást. Jó birkózást várok, de nem vetjük azt se el, hogyha megismételné. Nehezebb lesz, sokkal nehezebb lesz. De hát gondolom én, hogy azért nagyon örülnék neki, hogyha megismételni ezt a... Kiemelik őt, mint friss Európa bajnok? Nem emelik. Nem? Nem. Akkor utánportos. Neked kell a szőnyegen akkor meg megmutatni, hogy érte. Valóban jogos volt ez az európai
bajnoki aranyérem, amit megkaptál most. Így van. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük. További sportosat.